3-0-ra megverték az Újpestet, de hát ön a vasas kispadján ült, némi üröm vegyült az örömbe? Hát azt ugye mindenki tudja azt, hogy a Újpest érzemek és a klubot nagyon szeretem, ott nőttem föl, de jelen pillanatban a Vasasnál gondolták azt, hogy itt tudom a csapatot segíteni. Újpesten nem gondolták így, így aztán most a munkám miatt a Vasasért kellett megtennem mindent, és sikerült úgy a játékosokat vezetőedzővel felkészíteni, hogy egy 3 gólos győzelmet arattunk, mert nagyon fontos volt a jelen helyzetünkben. Én szerintem kisebb jöttünk az öltözőbe az első fél időben, úgy fejben nem jöttünk ki, fizikálisan kint voltunk a pályán, de fejben még nem dolgoztuk ezt a meccset, ahogy kellett, és onnan jöttek a hibák, ami Vasas nagyon jól kihasználta, és 3 gólt rúgott. Másik fél időben jobban játszottunk, meg többet domináltunk, de 3-0-as hátrány nagyon nehéz volt visszazárni, meg mondom, az volt a nehéz, és akkor ahogy a percek töltek, úgy annál nehezebb volt, meg lehetett látni a játékosok, hogy kicsi stresszben is voltak, és onnan jöttek a hibák, ami egy normál játékban biztos, hogy jobban ki tudták volna használni, de sajnos ez jött ki belőle. Pa Újpest se malo napao, sigurno da su oni išli na sve ili ništa, i mi u tom trenutku smo se malo povukli i svjesno, ali nas je i Újpest pritisno, tako da definitivno smo imali jedan dobar rezultat i nije bilo potrebe da napadamo, da igramo ofanzivno i čekali smo svoju priliku eventualno u nekoj kontri. Hát az Újpest egy lapra tett fel mindent, és mindenképpen jöttek. Egy picit ez egy magyaros dolog, hogy ha egy csapat vezet két vagy három góllal, akkor a tudat alatt azonnal visszaállnak, és nem akarnak tovább kockáztatni. Mi nem kértük tőlük, hogy álljanak vissza. Az volt a második fél is a cél, hogy 45 perc van még, koncentráltan védekezni, és az átvédekezésből egy rövid passzos játékkal, a kontrajátékra építve, esetleg talán még további gólokat szerezni. Ez nem igen sikerült, mert ugye a védőink a labdát megszerezték, akkor hosszú labdákkal próbáltak kinyitani, és ugye a Belicki volt egyedül elől, aki nem tudta már megfutni a védőket, de hát azért vagyunk, hogy dolgozzunk, és a későbbiekben, hogyha ilyen szituációba kerülünk, akkor ezt jobban oldjuk meg. A jobb oldalon folyamatosan helyzetbe került, illetve hát onnan szövegette a helyzeteit a Vasas. Hát hiányzott az Újpestből egy Pollák Zoltán, vagy ön nem így látja? Hát mindig, amikor ilyen játékos hiányzik, egy balbek, és akkor egy középpályásból próbál csinálni egy balbeket rövid ide alatt, akkor benne van, hogy lehet, hogy hibázik meg, hogy a nagyobb nyomás az ellenfél ott fog tartani, ami el is fordult már ma.